Sziasztok, Zsolt vagyok. Ebben a videóban a feltett kérdésétekre fogok válaszolni, úgyhogy néha így el fog tűnni a tekintetem. Kaptam pár kérdést ugye az egyik videó alatt, ahol mondtam, hogy tegyetek fel nyugodtan kérdést akár velem, akár a csatornával kapcsolatban, és akkor legjobb tudásom szerint megválaszolom őket. Úgyhogy kezdjünk is neki. Kaptam egy nagy csomó kérdést, itt is vannak, kinyomtattam őket, meg néhány választ is leírtam ilyen támpontként, hogy tudjam, hogy mit akarok mondani. Úgyhogy az első kérdés az volt, hogy mivel foglalkozok civilben. Egy nagy multinál dolgozok, telekommunikációs ágazaton, probléma megoldás folyamatért felelek. Ez egy nemzetközi cég. A családról egy pár szót. Valószínűleg attól függ, hogy ki hány videót látott. Néha így lehet látni, hogy így a háttérben feltűnnek. Van kettő gyerkőc és egy darab feleség. Feleségem lengyel származású. Angliában ismerkedtünk meg, mert én ott éltem 8 évet. Igen, tehát van egy fiam és egy lányom. Fiamat Alexnek hívják, a lányomat Agának, vagy hát Alexander és Agnieszka. Feleségem pedig Jolanta, vagy Jola. Következő kérdés az volt, hogy mennyit megyek havonta a kék fordal általában. Hát ez ilyen változó. Ugye tudjuk, mielőtt többet mentem, most azóta alig használjuk. De úgy átlagban azt mondanám, ha minden rendben van, akkor egy olyan 1250 kilométer, tehát körülbelül évi 15.000 kilométert megyünk. Ebből általában egy olyan jó 3.000-et körülbelül 2 héten belül szoktunk beletenni, és a maradék oszlik szét az év hátralévő részére. Mennyi időt töltök autók tisztításával heti szinten? Ha a sajátot nézem, akkor az körülbelül egy heti 1 órára satszolnám. Viszont amikor nekiállok videózni, akkor általában így begyűjtök többet, hogy előre legyártsak egy csomó anyagot, és akkor van olyan, hogy elmegy egy nap a hétvégéből, vagy mind a kettő, vagy például, mint most is, hogy szabadságon voltam közel így egymáshoz, több alkalommal is, így pedig, hát volt olyan, hogy az egyhetes szabadságból egy hét konkrétan, de úgy, hogy reggel 7-től este 8-ig. De mondom, ez ritkábban van, mert ez akkor történik, amikor így nagy rakat videót felveszek előre. A következő kérdés az volt, hogy mennyi idő egy felvételnek az utómunkája. Hát ez nagyon függ a témától. Hogyha egy rövid videó, akkor értelemszerűen sokkal kevesebb. Ha hosszú videó, nagyobb téma, akkor pedig sokkal több. Ugye, ami hozzátartozik, tehát most nem számolva azt részt, hogy felveszem, ugye az nem az utómunka. Mert értelemszerűen, amikor egyébként felveszem, akkor is már maga a művelet is meghosszabbodik a kameraállásokkal, ha valamit elrontottam, akkor újra felvenni, és a többi, és a többi. Ugye lemásolom először az anyagot a számítógépre, utána rendszerezem, főleg, hogyha többet vettem fel. Tehát, hogyha csak egy témát vettem fel, akkor nagyon nem kell rendszerezni, mert akkor az az egy téma van. De amikor több témát veszek fel, akkor ugye szépen sorba kell tenni, melyik videószakasz melyik anyaghoz tartozik, mert van olyan, hogy össze-vissza veszem fel, és majd a végén a vágásnál kerül egybe. Utána a másolás után, ha megvolt ez a rendszerezés, akkor szétválasztom ugye, hogy magyar nyelvű, angol nyelvű. Amikor ezek megvannak, akkor a bejelentkező garázsajtó és a kijelentkező garázsajtó videókat bemásolom a megfelelő helyekre. Utána a DaVinci Resolve-ot használom videószerkesztésre. Ott összehúzom az anyagot, és akkor kezdődhet a vágás, az illesztés, ha zenét akarok rakni alá, akkor a zene, ha valamint gyorsítani, akkor gyorsítani, ha lassítani, lassítani. Hát ez, azt mondanám, hogy tényleg a videótól függően ez lehet egy-egy videónál akár egy óra munka is, ez az utómunka, de volt már olyan, hogy fél napom ráment egy hosszabb videóra, mert annyi anyag volt, és annyit kellett összeválogatni. És persze a végén mindig van valami kis baki benne, amit már csak akkor veszek észre, amit már 20-adjára nézem meg. 19-szer nem szúrtam ki, 20-adjára benne van. Úgyhogy, és hát benne volt elsőre, és csak 20-adjára szúrom ki, akkor meg már később kikerült. Igen, és ezután jön a renderelés.
Hát ez attól függ, hogy milyen minőségbe. Eddig ugye Full HD-ba csináltam, és Full HD-ba körülbelül az új gépem, mert a régi gépen egy örökké valóság volt, de az új gépen, amin csináltam, azon kb. Egy olyan harmad vagy negyed annyi időbe telt a renderelés, mint maga a videó hossza. Most, minek után már 4K-ba csinálom a legújabb videókat, ezért hát körülbelül annyi a renderelés, mint maga a videó, vagy egy olyan jó 10%-kal esetleg több időben. Jó, következő kérdés az az volt, hogy milyen kamerát használok. Amikor elkezdtem a csatornát, akkor egy TomTom Bandit akció kamerát használtam, és utána azt cseréltem le egy Samsung Galaxy S9-esre, ugye a telefonom volt, és akkor azzal már tudtam jobb minőségbe felvenni. Utána azt lecseréltem különböző okok miatt, nem szerette valamiért a memóriakártyára írást, meg milyen gondja volt még neki. A csatve kb. Ennyi, tehát a memóriakártyán sokszor megsérült az anyag, és akkor az elég idegesítő volt, amikor felvetted is, utólag szerkesztésnél derült ki, hogy sérült a cucc. Tehát azt lecseréltem egy Honor 20 Pro-ra, ott sok kompromisszumot kellett, hogy kössek, mert a Honor az nem volt vízálló, az autofókusza nem volt olyan jó, mint a Samsungnak, viszont szebb képet csinált, nagyobb volt a belső tárhely, nem kellett vacakolni memóriakártyával, tehát nagyon szerettem azt is. Viszont mostanában csináltam pár videót, ahol az autofókusz jó lett volna, hogyha odafókuszálóval én akarom. Ezért lecseréltem, úgyhogy most egy Samsung Galaxy S20, a sima verzió, tehát nem Pro, nem Ultra, hanem abból egy sima hagyományos. És most szereztem bele egy fél terabájtos, tehát 512 gigás memóriakártyát. Hiper, szuper kategória, tehát elvileg nem kellene, hogy megsérüljön rajta az anyagnak. Jobb. Aztán a következő kérdés az az volt, hogy a közterület felügyelet engedi az utcán történő autómosást, mert hogy nálunk, hát ugye aki kérdezte, büntetnek érte, ha valakit éppen tetten érnek panel lakótelep. Ahol felveszem a videókat, meg ahol lakok, ez ugye maga a kapubejáró az magánterület, és az utak pedig szintén nem közterületek, tehát ez egy ilyen magánlakópark, és itt az utak is magántulajdonban vannak, mégpedig az üzemeltetőnek a magántulajdona. Tehát itt nulla darab köztulajdon van, nincs közterület, úgyhogy végül is az én magánterületemről, amikor éppen kifolyik, de a legtöbb esetben már ki se folyik egyébként, semmi se a víz, akkor is egy másik magánterületre folyik, nem közterületre. Tehát ezért nem gond. De igen, azt tudom jól, hogy a panelházaknál, meg ha közterületre folyik ki a víz, akkor ez megint másképp működik. Aztán... Következő kérdés, hogy mik voltak a bemutatott dolgok a csatornán, amik nagyon pozitív és nagyon negatív csalódás voltak az elképzeléseimhez, elvárásaimhoz képest? Kezdem a pozitívokkal, mert abból több volt. Amiken pozitívan meglepődtem, mert van egy elképzelésem, úgy, hogy azért általában próbálom feltételezni, hogy az anyagok azt csinálják, amire vásárolod őket, meg ami rá van írva. Viszont, ami így nagyon pozitív volt, ezek általában, amikor valamiből nagyon kevés kell, hogy jó eredményt érjen el, vagy nagyon jó az ára például. Úgyhogy ezek voltak például a Dunkin' Biscuitnek a Velvet előmosóhabja, az nekem nagyon bejött. Aztán ugyancsak a Dunkin' Biscuitnek a Glitz, ugye ez a gumiápoló, az kicsit visszakanyarodjak, tehát a Velvet az azért jött be, mert kevés kell ahhoz, hogy jól habosodjon. A Glitz az azért jött be nekem nagyon, meg azért lepődtem meg pozitívan, mert egyrészt keveset kell belőle használni, másrészt baromi jó az illata, és harmadrészt pedig tényleg csak felkened, vársz egy 15-20 percet, és minden rendben van, tehát nem fog felcsapkodni a kocsira, szépen felszívódik. Valamint szintén csak a Dunkin' Biscuit-től, hogy a sort tartsam, a Dynamic, a mosó, a mikroszálas mosószerük. A múltkor kiadtam ugye ezt a Lada polírozós videót, és ott ugye viaszoltam, tehát volt rendesen viasz a rongyokba, a kocsiról ugye jött le piros festék, és gyönyörűen kimosta. Tehát nem is számítottam, én úgy voltam vele, hogy ki fogja mosni a viaszt, de a szín, hát az így jártam, benne marad, majd használom a rongyokat a motortér tisztításnál, vagy valami hasonlónál, de nem ez történt.
pozitívan csalódtam benne. Vagy nem csalódtam, pozitívan meglepődtem. Ami még nagyon bejött, egyszer volt az RR Customs-nek a Vilgel Plus, tehát a felni tisztítójuk. Azt pedig azért jött be, mert tehát egyrészt baromi látványos, tehát tényleg azt csinál, amit mond, ráfújod a felnire, viszont nem költséghatékony. Ha csak azt csinálod, hogy ráfújod és nem akarod lecsetelgetni. Viszont, ha egy minimális mennyiséget akarsz csak használni, hogy tovább tartson a pénztárcád, akkor ha csak egy kicsit ráfújsz az ecsetre, akkor gyönyörűen lehozza a koszokat a felniről. Lehet, hogy nem tök ugyanúgy, meg egy kicsivel több idő, viszont lényegesen kevesebbet kell belőle használni. Tehát ez is egy pozitív csalódás volt. Aztán, amik még nekem ilyen pozitív csalódások voltak, például a Built Humber termékek. Igazándiból ott nagyon nem is akarok egyiket se kiemelni, mert ár-érték arányban szerintem mindegyik nagyon jó. Tehát nem azt mondom, hogy feltétlenül mindegyik a legjobb mindenből, de azért a pénzért nagyon jó. Tehát ugyanannyi pénzért lehet vackokat is venni, de azok is teljesen jó termékek. És még amik tetszettek, voltak ilyen, még a csatorna elején, amikor kezdődött, több Nanolex terméket is kipróbáltam, és azok is, tehát így visszagondolva, összehasonlítva más termékekkel, mert most már több a tapasztalatom, azok között is például a felni tisztító nagyon jó volt, a szagsemlegesítő, a műanyagápoló az egyik kedvencem azóta is, még mindig van belőle, pedig már annyi kocsin használtam, hogy nem tudom, hogy mennyi lesz soka. Tehát alig kellett belőle használni, és tartós. Mi volt még, most így nézelődök, próbálom kitalálni, pedig írtam fel még pár dolgot. Hát ezeket tudnám kiemelni, de teszem azt például egy Turtle Wax Redline. Attól se vártam sokat, mert nagyon olcsó termék volt, és jó. Tehát van attól jobb, nem azt mondom, hogy nincsen jobb, de az általában drágább is. Valamelyik nem sokkal drágább. Valamikor akciós az a másik termék, és a még olcsóban is jön ki. Tehát ezért is nem szoktam egyébként árakat mondani, mert én most elmondom, hogy hű, ez milyen drága, másnap leértékeli a forgalmazó félára, és akkor én nézhetek egy balgám magam elé, hogy azt mondtam, hogy drága. Meg az is lehet, hogy rá két napra felmegy a euró, vagy akármilyen árfolyam, például, és akkor drágában szerzi be külföldről a terméket, mert ugye a magyar termék ezekből nem sok szokott lenni, amikkel találkoztam, azok se feltétlenül hüdehajde jók, és akkor viszont meg drágább. Amivel pedig negatívan csalódtam, hát itt rendszeresen a Chemical Guys-nak az Iron Fallout removerét tudom kiemelni. Tehát nagyon büdös, drága, és közel nem teljesít úgy, mint egy akármelyik másik, amit eddig próbáltam. Tehát ez az számomra egy negatív csalódás volt. Következő kérdés az volt, hogy egyedül csinálom a videókat, vagy segít-e valaki kamerázni, vágni, szerkeszteni, ötletelni. Teljesen egyedül csinálom a videókat, senki sem segít a felvételbe, senki sem segít a vágásba. Az ötletelésnél tudom azt mondani esetleg, hogy néha feleségem is, amikor kiszúr valamit, hogy ez például milyen jó lenne egy videónak, akkor így egy ennyi. Valamint ti, ugye nézők, szoktatok bizonyos ötleteket mondani a videók alatt megjegyzésekbe, és azokat próbálom úgy megfogadni és megcsinálni. Aztán a következő kérdés, hogy mennyire vagyok tisztaságmániás, mikortól számít mosásra éretnek a kocsi? Igazából a saját kocsi az nekem már akkor mosásra érett, amikor egy réteg por van rajta, tehát körülbelül két nap, de azért ennyire nem vagyok őrült. Ha rendszeresen van használva a kocsi, tehát minden nap, akkor azt mondanám, hogy úgy egy héten egyszer mosom le. Ha annyira nem rendszeresen, akkor maximum két hetente egyszer. Más kocsia meg, amikor mossák, akkor mossák. Az, hogy mennyire vagyok tisztaságmániás, nem azt mondanám, hogy tisztaságmániás vagyok, vagy nem minden értelemben, mert például a belső tisztítást azt nem szeretem, tehát azt kifejezetten hát nem utálom, mert az durva szó lenne, túl erős lenne ehhez. Nem kedvelem a belső tisztítást, de megcsinálom, mert azt is meg kell, viszont azt hajlandó vagyok több hónapig is elodázni,
ha csak tényleg nem akkor a kosztalmában, hogy virágot lehetne ültetni a porba, meg ha nem látok ki az üvegen, meg ilyenek, vagy nincs egy réteg sár ugye a földön, de jó, persze ennyire azért nem rossz a helyzet, de azt tovább képes vagyok nézni, mint amikor kívülről koszos. Következő kérdés pedig az volt, hogy honnan jött ez az autótisztítós vonal, dolgoztam esetleg hasonlóban, vagy csak hobbi? Ez nekem teljes mértékben csak hobbi, úgyhogy ha hiszitek, ha nem, bármelyik kocsi, amit látjátok, ott csinálok, egyszer egy fillért nem kértem még el, nekem áll benne a pénzem, hogy az anyagokat vásárolom, a számítógépet vettem a csatorna miatt, ugye a sokkal drágábbat. A telefonomat azért cseréltem le most már másodjára egy drágább modellre. A mindenféle eszközt veszem. Annyi segítség van, ugye, hogy több gyártótól vagy forgalmazótól mostanában már kaptam terméket, megkeresést, érdeklődést, és azokat nem vásárolom, de nem mindet. Tehát ahol olyan van, hogy kaptam valamit, akkor elmondom a videóban, hogy ezt a terméket ettől vagy attól kaptam. Be is szoktam linkelni, ugye, mert ennyit legalább megtesz az ember, de onnan sem kapok fizetséget sem, úgyhogy ez tényleg csak hobbi. Maga az ötlet az onnan jött egyébként, hogy régebben, tehát egy kicsit visszábról kezdem a sztorit, régebben volt nekem is egy nagyon szép kocsi volt, csak már akkor is megvolt a maga kis kora, és még akkor én is panelházban laktam, úgyhogy az automosás az annyi volt, hogy egy vödör víz, valami legolcsóbb Tesco gazdaságos sampon, meg egy szivacs, körbe mostam, aztán ugyanazzal a vízzel lelögyböltem, se szárítás, se semmi. Az is jó volt egynek. De rájöttem akkor is, hogy az nem a megfelelő vonal, akkor elkezdtem járni kézi automosóba. Az a kézi automosó, ahova jártam, az úgy megszűnt, árba jó volt, akkor még diák voltam, és nem nagyon futotta ugye így másra. Utána elkezdtem hordani gépi automosóba. A gépi automosó az jól összekarcolgatta, de mindegy, tehát annak a kocsinak mindegy is volt. Na hát itt egy kis folytonossági hiányt szenved a videó, mert akkor utána elkezdtem felvenni, akkor utána jöttek hozzám, mire elmentek, addigra meg pont lement úgy a nap, hogy hozzá tudtam kezdeni a mögöttem lévő kocsihoz. Úgyhogy, hát most két darabba veszem fel. Na igen, tehát ott jártam, hogy ugye volt, tehát hogy honnan jött ez a történet. Volt akkor az, hogy ugye vittem az autómosóba a kocsit, és hát összekarcolgatta. De akkor az adott pénztárcához és az adott igényekhez az bőven megfelelő volt abban a korban, még 20, hát nem volt 20, de mit én, kb. 20 évvel ezelőtt. Utána Angliába is vettünk egy kocsit, hát az is csak gépi mosóba járt, nagy ritkán ott a ház előtt, de az már tényleg nagyon nagy ritkán volt lemosva, megint csak egy vödör víz meg szivacs segítségével, és amikor azt a kocsit eladtuk, és vettük a Fordot, akkor míg megérkezett a Ford, mert ugye megrendeltük X hónapba, és majd 3 hónap múlva lett legyártva, így nézegettem, hogy miket tud majd a kocsi, milyen tulajdonságai vannak, ugye YouTube videókat kerestem róla, és egyik ajánlásba feldobott egy videót, azt hiszem, hogy talán Mike-tól az Autovlog csatornáról, egy ilyen Ford Mondeo, vagy nem is tudom, melyik Ford Fusion bemutató videó mellett, szintén egy videót, ahol a Mercedes-ét mosta le habosító ágyúval, magas nyomásúval, és a többi, és a többi. És akkor gondolkoztam rajta, hogy keresek még a témában hasonló videókat, mert az úgy eléggé megfogott, ugye, hogy nem szivacs meg vödör, és hát tudtam én értelemszerűen, hogy vannak más mosási technikák, mert azért láttam már, csak hogy otthon ezt hogy lehet kivitelezni, mert nem nagy vasziszt elmenni egy kézi automosóba, az ember kifizet X összeget, és akkor megcsinálják, vagy egy autókozmetikába még több pénzért. Ezért gondolkoztam rajta, hogy mi kellett ahhoz, hogy itthon meg tudjam csinálni. És elkezdtem keresni videókat a témába, és hát a legtöbb
az hát ilyen amerikai vagy angol csatorna volt, amit találtam, de szerencsére ugye az angol nem gond, úgyhogy megoldottam. Magyar csatornából viszont nem sok volt, vagy ami volt, azok is cégeknek ilyen saját bemutató videóik, vagy a saját termék videóik, ilyen félperces, meg 20 másodperces termék videó, amiből semmi ki nem dől az ég egyadt a világon, csak az, hogy minden a legjobb, minden a legtutibb, és mindenből csak az övéket kell megvenni. Valamint a cégeknek ugye hát saját magukat reklámozzák, ami egyértelmű, miért reklámozna mást. És innen jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha csinálnék egy csatornát hasonló témába, mert ugye hiánypótló lenne, úgymond. Van néhány csatorna, amelyiken egy-egy videó így elvétve szól erről a témáról, de az, hogy dedikáltan erről, és főleg terméktesztekről, hogy az ember bemutatja különböző termékeket, hogy ténylegesen hogy működnek a való világban, nem pedig ilyen mindenféle kontrollált körülmény között. Ilyen nem nagyon volt. Tehát nem mondom, hogy nem volt, nem nagyon volt. És hát innen jött az ötlet. Jó. A következő kérdés az az, hogy lesznek-e belső tisztítós videók. Volt is már pár, nem sok, mert ahogy ezt korábban mondtam, nem rajogok a belső tisztításért, megcsinálom, mert meg kell csinálni, de a belső tisztítást azt úgy annyira nem szeretem, mert ugye sokkal körülményesebb ez a mindenféle kis hajlat, meg a rések, meg a mit tudom én, de megcsinálom. Tehát ugyanúgy én is használom az ecsetet szépen ki ecsetelgetni a levegőjáratokból, ugye a szellőzőknél, ugyanúgy használok APC-ket, műszerfalvédelmet, az ég egyet a világon mindent. Még az ülésen is van egyébként, majd ezekről is csinálok videót, ilyen extra védelem, textil védelem, hogyha mit én kifolyna a folyadék, akkor ne szívja be. Tehát lesznek majd még értelemszerűen, de én általában a kinti mosást szoktam preferálni, meg az látványosabb is. Tehát azt, ha elmegy az ember az utcán a kocsi mellett, azt látja, a belsőt meg annyira nem. A következő kérdés az az, hogy párom mennyire tolerálja, hogy ennyi energiát fektetek ebbe a dologba. Hát egyelőre még támogatja, aztán meglátjuk, mikortól kell már a nappaliban aludnom. Úgyhogy erre röviden ennyit tudok mondani. Igen, a következő kérdés, hogy a forgalmazóknak, akiktől a termékeket kapom, beszoktam mutatni a videót megjelenés előtt. Igazából sosem egyik forgalmazó sem kért, hogy mutassam be előtte, még valamikor a csatorna legelején talán volt, vagy két forgalmazó, három, ahol felajánlottam én, hogy ha gondolják, akkor bemutatom előre a videót, de ez nem volt követelmény sosem. Tehát mindig elmondtam, hogy én őszintén fogom bemutatni. Ha esetleg valamelyik terméknél azt veszem észre, hogy nem az elvárt eredményt hozza, tehát azért azt lehet látni a videókból, hogy nagyon magasra nem rakom a lécet, tehát nem kezdek el fikázni egy terméket csak azért, mert ez vagy az a neve. Tehát ha már én is azt mondom valamiről, hogy nem ajánlom, akkor azt már azért nem ajánlom, mert tényleg annyira nem jött be, hogy nagyon. De nem szoktam olyan nagyon magasra tenni a lécet. És hogyha valamiért nem éri el az adott termék, amit egy forgalmazótól kapok, az általam elvárt eredményt, akkor megmutatom a videót előbb, és rákérdezek, hogy szerintük mi az, ami nem jól ment. Egy eset volt, amire emlékszem, ilyen, ott egy sampont próbáltam ki, és nem akart habzani az Istennek sem. De aztán kiderült, ugye hát azért, mert csak úgy találomra beraktam valamennyit, amennyit más samponokból szoktam használni, és ugye nem volt ráírva a flakonon az útmutatóra, hogy mennyi az anyja, mennyi kell, csak az volt ráírva, hogy tegyél sampont bele a vízbe. És akkor ott megállapítottuk, hogy hát igen, többet kell belőle használni. És akkor már jó volt. Úgyhogy egy ilyen eset volt, ahol tényleg ilyen kérdésessé vált a dolog, letisztázódott. De amúgy már nem szoktam. Tehát ha kérik, akkor bemutatom előtte, mert miért ne, de olyan sem volt még, hogy mondták, hogy nem, ez nem mehet ki. De mostanában mondom, nem is a téma. Következő kérdés, hogy előfordult-e, hogy egy termék rosszul teljesített, és nem töltöttem fel a tesztet?
Nem, olyan nem volt, hogy nem töltöttem volna fel. Tehát én azért szoktam mondani, hogy ha ingyen is kapok valamit egy forgalmazótól, akkor is bemutatom őszintén úgy, ahogy van. Tehát lehet, hogy nem a kedvencem lesz az adott termék, de ha azt csinálja, amit elvár tőle az ember, akkor elmondom, hogy jó, akkor ajánlom. Ha nem azt csinálja, amit elvár az ember, vagy esetleg valami már mocsok drága, mert ugye, ahogy mondtam, árakról nem szoktam beszélni, de hogyha már valami nagyon mocsok drága, és még egy sima elvárható ilyen alapfunkciót se nyújt, akkor pedig arra elmondom, hogy hát ez nem feltétlenül a kedvencem, és nem feltétlenül ajánlom. De onnantól kezdve mindenki eldönti magának, hogy mit akar megvenni. Tehát ez most olyan, hogy valaki megveszi ugye a Lamborghinit, valakinek meg egyrészt túl drága ahhoz, amit tud, vagy éppen nem tetszik, vagy éppen úgy van vele, hogy annyi pénzért az itt csak 130-ra megy az autópályán, vagy mehet ugye az autópályán. Úgyhogy, de nem fordult ilyen elő, hogy nem lett valami feltöltve. Most van egy termék, amin hezitálok, hogy feltöltsem-e. Azt vásároltam saját pénzem, és igazából azt csinálja, amit kell neki, csak én annyira nem rajongok az ilyen dolgokért. Ez konkrétan egy savas felletisztító, és amúgy szépen dolgozik tényleg, tehát pikpak letisztítja a kereket, de már két videót is csináltam róla, és sehogy sem tudom úgy kihozni, hogy ne mondjak róla rosszat. És nem azért, mert rossz a termék, hanem azért, mert savas. És én nem szeretem ezeknek a savaknak a használatát. Tehát volt egy ilyen nagyon mélyreható, több részes felnitisztító videó, ahol én is már háztartási sósabbal vettem a végén kezelésbe az adott felnit, de hát azok nem voltak, azt hiszem, talán 4 éve mosva. Tehát megvan ezeknek a dolgoknak a helye, de én nem rajok érte. Tehát ha valaki rendszeresen tisztítja a kocsiját, akkor egy pH-semleges samponnal, vagy pH-semleges felnitisztítóval, főleg a szállórozsda eltávolítós is, akkor bőven megoldható, nem kell hozzá szétsavazni itt mindent. És ugye a gumi sem örül neki. Úgyhogy még nem tudom, hogy mi legyen azzal, mert már mondom, két videót felvettem, és ráadásul azt nem is kaptam, tehát pénzért vettem. Tehát mondhatnék róla bőven, amit akarok. Nem tudom. Úgyhogy mindegy, majd még ezt kitalálom. Következő kérdés, ez már csak egy plusz egy volt, hogy nem is kell, hogy válaszoljak rá, csak csipkelődés. Tehát a legtöbb hölgy, amikor egy szatyor új ruhával tér haza, letagadja valójában, mennyit költött. Én is módosítottam el már a valós bekerülési értéken. Nem. Még régebben még volt is, ami megkérdezte az asszony, hogy most mit én mennyibe került egy adott rendelés. Akkor elmondtam, nem feltétlenül repesett az örömtől, de akkor ugye pontosan ugye ez, amit ti is mondtak, én is hozzá tudtam tenni, hogy nekem viszont ez a hobbim, ugye nem iszok alkoholt, nem dohányzok, semmilyen tudatmódosító szert nem használok, úgyhogy valami szórakozásom nekem is, ugye, hogy legyen, és hát utána ez így el is ült, de mostanában már nem is kérdezi feleségem se, meg hát tudja jól, hogy ugye ez a hobbim, tehát nagyon sok minden mást nem csinálok, úgyhogy ezért nem is, hát nem mondom, hogy nem bánja, mert biztos találna jobb helyet a pénznek mindig, de passz. Tehát jelenleg nincs gond belőle. Úgyhogy, hát ezek voltak a kérdések. Mindjárt folytatom tovább a korzával, mert ez itt egy korza mögöttem. Romon karzos az egész. Úgyhogy, most még jó kis kora hajnal van, de ilyenkor már el tudom kezdeni például gyurmázni, mert már tegnap este le lett mosva. Most el tudom kezdeni gyurmázni, mert az csendes munka, úgyhogy senkit nem zavarok vele, így vasárnap. Még mielőtt elrohanunk, akartam említeni, hogy most reggel megnéztem, most olyan 1350 feliratkozónál járunk, úgyhogy még egyszer köszönöm mindenkinek a támogatást. Már nem sok kell ahhoz, hogy az 1500-at elérjük, és akkor ugye majd elküldök egy szerencsés nyertesnek egy ilyen Lotus csomagot. Amit még akartam említeni, hogy amennyiben szeretnétek támogatni a csatornát, akkor létrehoztam egy Patreon oldalt, annak a linkjét beteszem a leírásba,
még tanulmányozom azt is, hogy hogy működik, mert ugye még sose használtam, úgyhogy meglátjuk, hogy mit tudok abból is kihozni. Ha valaki úgy érzi, hogy valami ilyen kis mókás összeggel szeretné támogatni a csatornát, hogy ugye még több terméket tudjak én is megvásárolni, és bemutatni nektek, akkor azt ugye előre is nagyon szépen köszönöm. Ezen kívül megtaláljátok ugye a Facebook oldalamat, aminek a linkjét ide teszem. Aztán van egy Instagram oldalam, annak pedig a linkjét ide rakom. És hát van egy Twitter oldalam is, de azt nagyon ritkán használom, ott leginkább csak egy-egy képet szoktam kitenni. Igazából a Facebookon meg az Instán szoktam kitenni több képet arról, hogy éppen mivel foglalkoztam, milyen kocsik jártak nálam. Általában inkább a végeredményt szoktam kitenni. Úgyhogy ez egy ilyen indikátor, hogy majd azokról a kocsikról a következő hetekben, hónapokban, hogy kilettek ugye posztolva, lesz majd videó. Na most, hogy milyen témában, az ugye mindig az adott járműtől is függ, meg a tulajdonosnak az elvárásától. Meg hát attól leginkább, hogy én mit akartam tesztelni. Köszönöm szépen a kérdéseket. Bekapcsolt az inverter a napelemhez. Úgy látszik, kisütött annyira a nap. Pedig még látom fent, a hold is olyan gyönyörű. Na jó, rendben, fiúk, lányok. Köszönöm szépen akkor a figyelmet, és találkozunk a többi videóban. Sziasztok!